fantasztikus kortárs beszédeket hallhatunk. Mostan következzen egy fantasztikus produkció. Karda Beának az egyik növendéke fog most következni. Ő is nem más, mint Koppány, de szerintem nem is mondok tőle jobbat, hiszen a mostani állapotokról írt, ami a villában uralkodik. Tér a színpad, Koppány, gyere közénk! Kicsinek tűnik, de túl nagy a falat. Egyre érzed, hogy vágod magad alatt a fát. Ciki, ha valaki lát. Gyűlik az ötlet, megvillan a remény. Itt állsz majd a nagy revű közepén. Való világ, ez túl kemény. Táncolj, kalandra fel. Ez a lány ma nem viccel. Kicsit támad, ám ma minden belefér. Veszteni tudni kell. Mert olyan szép, ilyen nem volt már nagyon rég. Jön az ismerős rész, vagy hív, vagy mennie kell. A főnyereményt ma nem viszi el. Olyan szép, ilyen nem volt már nagyon rég. Jön az ismerős rész, vagy hív, vagy mennie kell. A főnyereményt ma nem viszi el. Most rövid szünetet tartunk, de hamarosan folytatjuk, és ahogy ígértem, megrendezzük a neked való második párbaját. A párbajhősök rajongói fognak majd is szócsatában összemérkőzni egymással és megmérkőzni. Úgyhogy rövid szünet után folytassuk, tartsanak velünk akkor is. Pici szünet és jövünk. A nő minden este nézi a való világot.